Goran Knežević, mezőgazdasági miniszter, elégedett a tárca tavalyi teljesítményével. Mint kiemeli, a minisztérium elfogadásra elküldte a képviselőháznak az agrártámogatásokról szóló törvényt, és időben az év vége előtt kifizette a tervezett szubvenciók 99,5%-át. Ezen kívül egyes nagy beruházásokkal kapcsolatban is tárgyalásokat kezdeményeztek, ezért optimizmussal lépnek a 2013-as évbe. Most kaptuk meg a napokban a föld utáni térítést. Hát most ebben egy kicsikét pótoljuk a nyugdíjat. A gazdaszervezetek már a közvita során tiltakoztak amiatt, hogy az új támogatási törvény csak a juttatások minimális összegét határozza meg. Követelnénk azt a 16-7000 milliárd hektáriát, de kötve hiszem, hogy meg lesz, de hát inkább én tévednék, jobb volna. A törvénytervezet hektáronkénti 6000 dinárban szabja meg a terület alapú támogatás minimális összegét. A minisztériumban azt mondják, hogy ez csak a szubvenciók felé teszi ki, amit pénzben kapnak majd készhez a gazdák. Ha ehhez hozzáadják a gázolaj, a vetőmag és a műtrágya vásárlásához nyújtott támogatásokat is, akkor a juttatások teljes összege 12 000 dinár tesz majd ki hektáronként.